az, aki most kiment a teremből, Gyurcsány Ferenc volt az. Aki tudja, 23.500 forinttal emelte az ön férje. Az ön férje Gyurcsány Ferenc volt az, aki elvette az egyhavi nyugdíjat. Azok a leghangosabbak most az önök frakciójában, tisztelt képviselőasszony, akik államtitkárok voltak ebben a kormányban. A bűnöző hazug frakciónak most egy kicsit csöndet kérnék. De ne kiabáljon, képviselőasszony. De kiabál, képviselőasszony. Figyelmeztetem, és el fogja hagyni a termet. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót. Tisztelt ház. Hát sajnos láthattuk itt az elmúlt percekben ennek a törvényjavaslatnak, vagy módosító javaslatnak a tárgyalása kapcsán, hogy milyen az, amikor elszabadulnak itt a házfalain belül az indulatok, milyen az, amikor az elmúlt több mint 30 év politikai iszabbirkózásra az a felszínre kerül. És hát nem kell csodálkozni, hogy a magyar társadalom, a magyar bérek, azok jottányit sem haladtak előre az idő múlásával arányosan, hiszen látjuk, hogy csak az oda-visszamutogatás megy, immár több mint 3 évtizede, és én azt gondolom, hogy ennek ez a két nagy politikai tömb, amit itt most összemérte az erejét, nem is fog tudni semmilyen új hatást adni, nem fog tudni ezen változtatni, éppen ezért én azt gondolom, hogy végre felnőttünk talán oda, hogy egy újfajta politikai irányba kéne elmozdulni a magyaroknak. Aztán nézzük meg, hogy ez a tárgyalt törvénymódosító javaslat, az mellett, hogy ilyen vitákat generált és váltott ki, tartalmaz-e esetleg valamilyen támogatható dolgot is. Hál' Istennek láttunk benne ilyet is, hiszen az ügyintézés könnyítésére tett javaslatok azt gondoljuk, hogy elfogadhatóak számunkra is. A tények alapján tehát a Fidesz gazdasági munkaügyi politikája neoliberális szemléletű, tehát semmiképpen sem mondható illiberálisnak. Ami azt jelenti, az állam számos nemzeti szempontból fontos területről egyszerűen kivonul, magára hagyja a magyar embereket, döntsenek sorsukról a vadkapitalista rendezési elvek, vagy az egyre nagyobb befolyással rendelkező külföldi multik. A másik vonatkozó rész a minimálbér kérdése. Ez a javaslat rejt magában veszélyeket, hiszen ennek értelmében mostantól rendeleti úton is meg lehetne állapítani az aktuális minimálbért, és ez megint a kormánynak könnyítés, ami pedig a kormánynak könnyítés, az sokszor látjuk, hogy a munkavállalóknak valójában nehezítést jelent. A gond azzal van, hogy ezek a kormány által kijelölt fórumok nagyjából arról szólnak, hogy fehér abrosz mellett némi pogácsát és ásványvizet elfogyasztva bólogató Jánosok próbálják a kormány álláspontját képviselni. Tehát nem érdemi a konzultáció a nagy szakszervezeti konfederációkkal, csupán a látszat kedvéért történnek ezek. Itt érdemes kitérni talán egy kicsit azoknak a csoportjára is, akik havi 168 órával még a minimálbért sem tudják megkeresni ma Magyarországon. Ezek nem mások, mint a közfoglalkoztatottak. Én azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogy egy segélyalapú társadalomból egy munkaalapú társadalom lett építve itt az elmúlt idők folyamán. Csak hát azt is nagyon fontos leszögezni, hogy a munkáért viszont megfelelő bér is jár. Éppen ezért egészen elképesztő, hogy nemhogy a minimálbért nem kapják meg ezek a közfoglalkoztatottak, de még a havi nettó 100 000 forint jövedelmet sem, ami, hogyha elkezdünk számolgatni a mai árak és a infláció alakulása mentén, akkor rájöhetünk, hogy nagyjából semmire nem elég. De van még egy olyan csoport, akiknek szégyen teljesen 2008 óta nem változott a köztisztviselői bértáblája, és csak tavaly december 1-e óta kapják meg a kötelező összeget is, mint alapilletményt, ezt a 326 ezer forintot, ami azt gondolom, hogy szintén nem egy versenyképes bér. Azt gondolom, hogy a hivatalokban dolgozók nem véletlenül állnak fel, és mennek el mondjuk a piacra más munkát vállalni. Egész egyszerűen, hogyha nem fog ez a bértábla növekedni az elkövetkezendő időben, akkor tarthatatlan lesz a helyzet, és működésképtelenek lesznek ezek a hivatalok. A magyar dolgozónak továbbra sincs sok szava a saját béremelését illetően sem, ami a Mi Hazánk mozgalom szerint felháborító, hiszen most már gyakorlatilag sereghajtókká váltunk a térségben. Gyakorlatilag már Romániában is lassan jobban keresnek, mint Magyarországon, és a magyar emberek sajnos
sajnos nem érdemlik meg, úgy látszik, még a románoknak szánt fizetési összeget sem. Mi azt gondoljuk, hogy nem igazán fog minket közelebb vinni az Európai Uniós bérekhez, sőt, itt előttem szóló képviselőtársaim kitértek már rá, hogy az a mérhetetlen mennyiségű vendégmunkás, amit maguk az elhibázott gazdaságpolitikájukkal ide szeretnének hozni az országba, tovább ront ezeken az esélyeken, sőt, mondjuk úgy, hogy egyszerűen ellehetetlenítik ezeket az esélyeket, mivel láthatjuk, hogy ez a fajta gazdaságpolitika a mi számításaink szerint semmilyen hasznot, semmilyen profitot nem termel Magyarországnak, hiszen látjuk, hogy első osztályú termőföldeket gyakorlatilag felélnek, ezáltal átengednek az enyészetnek, hiszen betonmonstrumokat hoznak létre ezeken a földeken, ahol egyébként magyar adófizetői pénzen milliárdokkal támogatnak külföldi multikat, akik aztán majd harmadik világból érkező vendégmunkásokat fognak itt alkalmazni, a legyártott technológiát az természetesen külföldre viszik, ugyanúgy, ahogy a profitot, de már ennél talán rosszabb is a helyzet, már nem csak a profitot viszik, hogy mondjuk a Győri Audit tudjam példaként felhozni, hanem már a törzs tőkét is külföldre viszik. Tehát nem igazán értjük ennek a koncepciónak a lényegét, hogy ezeket a 100 és 1000 milliárdokat, amit önök a külföldi multikba öntenek bele, ezeket miért nem a magyar vállalkozói szektorra próbálják megfordítani, miért nem őket próbálják megsegíteni, hiszen látjuk, hogy ebben a rendszerben még van is pénz, csak nem jó helyre megy, nem jó embereket segítenek, nem jó társadalmi réteget, vagy egyáltalán tehát nem jó kontinensről érkezőket. Azt is láthattuk, hogy a tavalyi évben a minimálbért és a garantált bérminimumot 16%-kal emelték, amiben csak az a szomorú, hogy az infláció mértéke közben meghaladta a 20%-ot, tehát itt nem emelésről, hanem még reál érték követésről sem beszélhetünk, ami azt mondta maga után, hogy a dolgozók sajnos nem, hogy jobban éltek volna, hanem bizony lejjebb kellett adniuk, és ezt lehet látni most már a magyar társadalom szintjeit, hogyha vizsgáljuk, hogy bizony-bizony egy új eladósodási folyamat vette kezdetét, ami azt gondolom, hogy már látható volt a 2010-es évek előtt, hogy hova fog vezetni, hogyha kormányzati segítség nem fog érkezni. A kérdés tehát az, hogy a kormány tervezi a minimálbér szintjét az EU-s minimálbér irány elvére tekintettel emelni, vagy továbbra sem lesz semmilyen érdemi előrelépés a tisztességes mértékű minimálbér irányába. Köszönöm szépen a szót!